sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszébe is jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé, kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni. Ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na. Alig ugrándozott egy keveset, Pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalapgombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta Pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta Pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet Pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titusz. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten Pofánkát, nem találta sehol. Szia! Nem láttál erre felé egy gombászó kufli lányt? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas, piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titusz. Nem tréfál, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titusz szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe. Nézd körül, Pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka libbent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta. Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lenget a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa. Hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Azám, de ebben a pillanatban Pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni, mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli? Vadalma? Vadmarcipán? Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsós kabokról felé, Titusz a vadrépa földre, Bélabá oda, ahol vadzabot lenget a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe,
Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és Fityirc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, meg szuszogás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy Pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás. Napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá. Hol teremnek a varázsgombák? Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik, közismert szokásuk szerint, tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára! Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpeporsz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. De dehogy is. Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik. Mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Gyátszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet. A medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is, akkor is. Toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj, 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 jaj. Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj megszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A körök medvegyinkok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkruplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis baj! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél. Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat. Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább. Tennünk kell valamit. Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtok.
Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság! Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjük le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyikok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a Zödön, és kergetni kezdte Fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedve derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggelét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani. Zsebseprű a szötymag ellen. Afféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó. Szólalt meg gonderhelten Hilda a kufli kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityírc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor. Dörmögte Zödön. Ó, férfiak, ti egy szemét kupacon is boldogan eléldegélnétek. Mondtam, hogy ez egy szemételem! Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Vonta meg a vállát Titus. Egy szó, mint száz, ideje kicsinosítanunk a kupacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván puccóváló rohama van. Ismertem egy Rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívozott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán,
Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Figyírt meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szöttymagrák csálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szöttymag. Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titusz felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókor a zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének, és hát a Rikoltól Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szállán eltűnnének. Én úgy tudom, hogy a Rikoltól Lébics egyike a kitalált erdőn a szerintem a színes papírival. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az. Szerintem a színes papírnél igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenék a füvet pofánkat ember a festékével. Mi volna, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetejét? A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért nálunk az ilyesmihez. Mondta Titusz, és a rétre mutat. Ajjajjajjajjaj. Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk, sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj, csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sarga szőtymagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölős célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek! A kuflik és a pofavágó verseny. Egy őszi hajnalon Valér korán ébredt. Nem madárcsicsergésre, nem zödön horkolására, még csak nem is arra, hogy dörög az ég, hanem egy ötletre. Pofavágó verseny! Azzal már rohant is, hogy elmondja a többieknek. Jó reggelt! Rikkantotta Valér. Dörmögte álmosan zödön. Jó reggelt! Lelkesedett Valér. Nyújtózkodott pofánka. Jó reggelt! Kiáltotta Valér. Ébredt riadtan Titusz. Jó reggelt! Rázta fel Hildát Valér. Mi az? Értetlenkedett Hilda. Jó reggelt! Kiabálta Valér, mert Bélabá köztudottan nagyot halló. Jaj! Mi történt? Lepődött meg Bélabá. Jó reggelt! Ébresztette Figyércet Valér. Már éjjel is, reggel van. Elmélkedett Figyérc. Jaj, mi történt már megint?
nyafogta Pofánka, amikor mindannyian kiszédelegtek a kufli üregükből. Zseniális ötletem támad! Ez a hajnali ébresztés az? Kérdezte Mogorván Titusz. Dehogy, egy pofavágó verseny! Nincs az ilyesmihez kicsit korán? Kérdezte álmosan Hilda. Még nem is reggeliztünk. Dörmögte Zöbö. Úgy emlékszem, te éhgyomóra különösen remek pofákat tudsz vágni. Nekem még fel sem ébredtek a pofavágó izmaim. Motyogta félálomban Fityirc. Az pedig nagyon veszélyes. Ismertem egy tapír, aki egyszer kora hajnalban próbált pofákat vágni. Hát, aztán úgy maradt, mondta Béla bá. Ez meg hogy történhetett? Begörcsöltek az izmai, napokig vicsorgott, és kilógott a nyelve. Nagyon szenvedett szegény. Vajon miért vágott pont ilyen arcot? Érdeklődött Hilda. Úgy emlékszem, egy fagyit nyaló mókust próbált utánozni. Magyarázta Béla bá. Szerintem a mókusok sosem szoktak fagyit nyalni. Akkor sem, ha melegük van. Erdőkben nem árulnak fagyit. Ennyi az egész. És mi van, ha a mókus készít magának? Kérdezte Fityirc. Mégis, szerinted miből tudna fagylaltot csinálni egy mókus? Nyilván, magyarulból, mondta meg a vállát Fityirc. Csak hogy a fagyihoz nem elég ám a mogyoró. Ahhoz tölcsér is kell. Itt a közelben tölcsér bokor is akad. De ez az elhagyatott rét, és mi most egy erdőben élő mókusról beszélünk? Nem! Mi a pofavágó versenyről beszélünk? Kiáltott közbe Valé. Akkor most tényleg az van, hogy utánoznunk kell egy fagyizó mókust. Pont reggeli elő. Ez már a verseny? Zödön egy személyes mókus verseny. Elég már a mókusozásból. Miért? Szerinted mit nem volna fura utánozni ilyenkor? Talán egy fókát? Fókát? Miért volna kevésbé furább hajnalban egy fofóka, mint egy mókus? Mondhattam volna rókát, vagy akár csókát is. A legfurább az egészből úgyis a fagyi. Szerintem fókát utánozni sokkal nehezebb, mint a rókát. A csókáról nem is beszélve. Megmutatnád? Szívesen, akár nem, mindegyiket. De a róka szerintem inkább ilyen arcot vág. Mit csináltuk itt ilyen korán? Dugta elő a fejét Mohamanyi. Csak nem pofavágó versenyt rendeztek. Ezt meg honnan veszed? Talán mert pont úgy néztek ki. Á, dehogy! Mi csak épp megnéztük, nincs-e még túl korán a felkeléshez. És túl korán van.
Nagyon is. Válaszolták kórusban a kuflik, azzal el is tűntek az üregeikben, mintha ott se lettek volna. Sohasem. Gyerekek, de kár, hogy kimaradtam ebből a történetből, pedig én fafofákat is tudnék vágni. A kuflik és a furcsa árnyék. Az első szép tavaszi nap volt abban az évben. Végre kisütött a nap. Valér éppen kidugta az orrát az üregéből, és rögtön megpillantotta Fityércet. Elvesztettél valamit? Az árnyékomat nézegetem. Valahogy olyan furcsa, mintha nem az enyém lenne. Biztos felismerném, ha például Titusé volna, vagy a tiéd. Én árnyékom megvan. Az enyém is, rikkantotta Titus. Minden este ellenőrizni szoktam, hogy ott van-e a helyén. Bácskalak! Bármilyen furcsa, de olykor az árnyékok is elkallódhatnak. De akkor ez kié lehet? És vajon hol lehet az enyém? A többiek a vállukat vonogatták. Nem lehet, hogy ez mégis a tiéd. Csak valamiért megváltozott az alakja. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött Zödör. Nem lehetetlen. Néha az én árnyékom is megváltozik. Időnként hosszúra nyúlik, máskor meg egészen összemegy. Az enyém is szokott ilyet csinálni. Ez természetes. Az árnyékok jó kedvükben megnyúlnak, rossz kedvükben viszont összezsugorodnak. Ez biztos így van, kérdezte Hilda, aki épp most érkezett meg pofánkával orbogyó szedésből. Majdnem biztos, bólintott Béla bá. De az én árnyékom se nem túl hosszú, se nem túl rövid, inkább olyan furcsa. Ez az! Keressük meg doktor Furcsát! A zsibbadások és bizsergések szakértője biztos ért az elfurcsult árnyékokhoz is. Pompás ötlet, jó alkalom egy kellemes sétára. Rövid szögdécselés után Fityírc. Szóval rövid szögdécselés után a kuflik odaértek a csalóka csalitoshoz. Vajon miért hívják csalókának? Mert néha megtréfálja az errejárókat, ilyenkor hiába mész emerre, mégis amarra bukkansz ki a túloldalán. Most úgy látom, szerencsénk volt. Mi pont emerre akartunk menni. Doktor furcsa ajtaján egy tábla fogadta őket. Házon kívül vagyok. Kívül? De hol? Nézett körül Titus. A doktor szabadságon van. Szólalt meg egy közeli csomófán tollászkodó drótlábú haharc. Közelebb a jövő péntek előtti szerdát követő csütörtökön lesz rendelés. Addig nem tudunk várni. Fityércnek súlyos árnyékfurcsulása van. Melyikőtök is az? Én volnék. Mutatott magára Fityírc. Volnál, vagy az is vagy? Kérdezte a haharc. Én vagyok, Fityírc. Mondta Fityírc. Érdekes! Én egy cingárom, szürke csíkos kuflira. Emlékszem? Így is van? Nem! Rázta a fejét a madár. A ruhád nagyon hasonló, de te háromszor annyira sem vagy olyan cingár, mint ő. Fityírc kérdőn nézett a többiekre. Úgy érti, hogy az általa ismert Fityírc soványabb, mint te vagy. De hát rajtam kívül nem él más Fityírc az elhagyatott réten. Ez esetben te voltál cingárom, amikor utoljára találkoztatok.
ami azt illeti, mondta. Meglátszik rajtam a téli lustálkodás. Úgy tűnik, meghíztam kicsit. Szerintem itt a megoldás. Nem csak te hisztál meg, hanem az árnyékod is. Ezért tűnik olyan furcsának. Akkor most mit tegyek? Szerintem szögdítsej többet. Az árnyékod majd ebben is utánozni fog, amitől majd hamarosan pont olyan vékony lesz, mint régen. Hidd el, a szögdécselés neked is jót tesz majd. Mindannyiunknak, ugrándozott Valér. Akkor rendezzük meg az első koratavaszi árnyékugráló versenyt. Az milyen? Most épp a csalókacsalítos irányába néz az árnyékunk, az győz, akinek az árnyéka először kibukkan a csalítos túloldalán. A drótlábú hahárc indította a versenyt. Három, kettő, egy, rajta! A kuflik teljes erőből szögdécselni kezdtek a közeli csalitos felé. Valahol majd csak célba érnek. Kacarászott a hahárc. Vagy emerre, vagy amarra, vagy emit, vagy amok. Amiben imígy vagy amúgy. Egészen biztosan igaza volt. Adta, de jó, itt a dánékom.